Így az ünnepek alatt valószínűleg a legtöbbeteknél PC-s vagy konzolos alkotások formájában kerülnek majd képbe a játékok, ám ez az időszak a hagyományos, kézzel fogható játékszerek számára is rendkívül fontos, hiszen világszerte gyermekek milliói tépik majd ezekről izgatottan a nagy műgonddal felmosnizott csomagolópapírt. Ennek apropóján jött az ötlet, hogy nosztalgiázzunk egy sort azokon a valódi játékokon, amelyek a mi gyerekkorunkba is rengeteg örömöt csempésztek, egy egész generációnak szerezve meghatározó, kitörölhetetlen élményeket. Öveket becsatolni, izzítjuk a fluxus kondenzátort, mozgásban az időgép. Jogosan reklamálhattok a kommentekben, hiszen valódi játékokat ígértünk, erre egy Tetris konzolon nyitjuk a sort, de ebben az esetben nem annyira a játékon, mint magán a hardveren van a hangsúly. Aki a 80-as, 90-es években született, az egész biztosan találkozott ezekkel a többnyire Kínából érkező olcsó brick game kütyükkel, amelyek minden piac, játékbolt és falusi búcsú elengedhetetlen kellékei voltak. A szegény ember Gameboy-ának első ismert példányai valamikor 89 körül kerültek forgalomba, s habár számtalan színben és mintával lehetett őket kapni, többnyire mindegyik ugyanazzal a jellegzetes fröccsöntött házzal készült, az egyszerű dot matrixos kijelzőjüket pedig két normál ceruzelem keltette életre. Az alapjátékuk szinte mindig a Tetris volt, de a készítők mindenféle mást is kihoztak a 10x20-as blokkrácsos játéktérből, gyakran egyenesen 9999 címet ígérve, ami a valóságban persze néhány program ismétlése volt, legfeljebb eltérő nehézségi fokozattal. A legtöbben valószínűleg buborékos, vizes karikás játékként vagy hasonló neveken emlegetik azt a különösen kegyetlen cuccot, amelyben egy vízzel töltött térben buborékokkal taszigált karikákat kell felterelnünk két tüskére. Ez már önmagában is embert próbáló feladat lenne, csak hogy a fizika a már elhelyezett karikákra is hat, ami magabiztosabban garantálja a dürohamot, mint bármelyik bossa a Dark Souls szériából. Arra vonatkozólag sajnos nincs információnk, hogy pontosan honnan ered a játék, de könnyen lehet, hogy a japán Tomy által 1976-ban piacra dobott modell volt a műfaj első képviselője. Ilyet történelmi okokból valószínűleg édeskevés magyar gyerek tartott a kezében, manapság pedig egy használt PS4 Pro árában mérik az eredeti példányokat, de a mindig ugrásra kész kínai ipar itt is a rendelkezésünkre áll, több ezer variánst kínálva, ha esetleg túlnyugodt az életed. Magyarországon az ezredforduló környékén került az egyik kereskedelmi tévé műsorára a Pokémon játékok első animés feldolgozása, ami persze nálunk is elemi erővel ejtette rabul a Dragon Ball betiltását éppen csak kiheverő fiatalságot, mód felett jövedelmezővé téve a számtalan formában támadó Pokémon csecsebecség értékesítését. Ezt a lázat lovagolták meg a Lay's és a Cheetos chipsekből kihalászható műanyag korongok, amelyek a szériában látható lényeket és embereket ábrázolták. Gyerekként óriási buzgalommal gyűjtöttük a Tazónak nevezett pokétallérokat, amelyekhez dedikált tartóhengereket és albumokat is lehetett vásárolni, és persze nagyban ment a cserebere is, főleg ha már 5-5-re húztuk elő ugyanazt a korongot a kizárólag emiatt megvett, de azért lelkesen elmajszolt chipsből. A Tazók egyetlen szépséghibája az volt, hogy iszonyú könnyen és rettenetesen csúnyán megkoptak, amit a profib kölykök a felületre helyezett átlátszó ragasztószalaggal kiszöböltek ki. Később mindenféle egyéb variáns is született a műfajból, például a 3D-s képet mutató változatok vagy a háromszög alakú triótazó formátum, de az eredeti sorozat sikerét semmi sem múlta fölül. Ha már animés vonatkozású játékoknál tartunk, a hazai tévézésbe a 2000-es évek közepe tájéken pördült be az Explosive Shot Beyblade című manga sorozat animációs feldolgozása. Ebben az egymással viaskodó harci búgó csigáki a főszerep, de milyen hangzik ez így, amivel persze simán el lehetett adni egy csomó igazi Beyblade-et is. A cucc körül ugyan nem volt akkora őrület, mint amit korábban a Pokémon generált, de azért sokan felugrottak erre a vonatra is. A szerencsésebbek megkapták a szüleiktől a szupermarketek kasszáinál kiakasztott licenszelt Beyblade-ek valamelyikét, amelyek egész jól bírták az egymás elleni meccseket, a többieknek pedig maradtak a kínai klónok.
az utóbbiak ugyan olcsók voltak, cserébe viszont már egyetlen körben le lehetett amortizálni őket, így muszáj volt kreatívnak lenni. Ragasztószalaggal és csavaranyákkal kitölteni az üreges belső részeket, a támadóérték fejlesztésére pedig fém alátétet rögzíteni a szélükre, amivel már a drágább verziókat is szét tudták darálni. Ja, és persze itt is volt chipsekből kihorgászható variáns, amiket szimplán az ujjainkkal kellett mozgásba hozni, de már néhány pörgetés után eltört a száruk és teljesen használhatatlanná váltak. A 90-es évek gyakorlatilag egyetlen nagy pénzügyi krízis volt a LEGO számára, így az évtized vége felé egyáltalán nem volt biztos a dán óriás túlélése. Ilyen vészterhes időkben lépett színre 2001-ben az első Bionicle kollekció, amely olyan sikeressé vált, hogy azzal ki is húzta a vállalatot a csávából, és egészen 2010-ig forgalomban maradt, majd később is leporolták az illetékesek. A jellegzetes hengerekben szállított első kollekció 6 elementális harcos köré épült, amelyekhez a története során első alkalommal egy komplett lore-t is alkotott a gyártó, megalapozva ezzel a Technic Brand leágazásaként bevezetett széria hosszú távú fenntarthatóságát és bővíthetőségét. A Bionicle végül egy egész franchise-át erebélyesedett, benne animált sorozattal, képregényekkel és mindenféle készletekkel, így számos gyerek találkozhatott vele. Ugyanitt érdemes megemlékeznünk a korongvető Slicer robotokról is, amelyek 1999-ben taposták ki az utat az egész őrületnek, több olyan elemet hozva a LEGO repertoáriába, amelyekre később a Bionicle is épült. Már is folytatjuk, de ne feledjétek, ha tetszik, amit láttok, akkor mindenképp iratkozzatok fel a csatornára és dobjatok a videóra egy lájkot. Most viszont már pörgünk is tovább. Fontos leszögeznünk, hogy a Tamagotchi egy ma is létező játék, amihez a jogtulajdonos Bandai időről időre újabb szériákat ad ki, de valószínűleg sosem fogja újra elérni velük azt a hype-ot, amit az 1997-es premierje után az egész világon keltett az eredeti típusokkal. Az Akimaita és Akihiro Yokoi fejéből kipattant koncepció lenyűgözően zseniális. Kvarcjáték formájában kapható földön kívüli lényeket kellett nevelgetnünk, gondoskodva minden szükségletükről, ők a Tamagotchik. A világhódításhoz persze a cuki, akár kulcstartóként vagy nyakláncként is hordható fizikai formátum is hozzájárult, ami egyébként az űrből ideküldött lények tojását szimbolizálta. Maga a játék azonban egyáltalán nem babra ment, a Tamagotchik ugyanis figyelem hiányában néhány órán belül elpusztultak, az így használhatatlanná vált kütyüknek pedig élelmes vállalkozók egy időben még Tamagotchi temetőket is nyitottak. A kimúlás funkciót idővel kénytelen volt megváltoztatni a Bandai, miután több iskola is betiltotta a szüneteltetési lehetőség hiányában állandóan a gyerekeknél lévő kütyüket. A 85 millió példányban eladott játékról még egy pszichológiai jelenséget is elneveztek. Ez a Tamagotchi hatás, ami a gépekhez, robotokhoz vagy szoftverekhez fűződő érzelmi kapcsolódást jelzi. Ha nagyon akarjuk, hunyorítva akár még az Assassin's Creed széria távoli őseként is felfoghatjuk az angol nyelvterületen Sticky Manként vagy Ninja Wall Crawlerként ismert figurát, amely a fizika törvényszerűségeit kihasználva Ezio Auditorét megszégyenítő ügyességgel mászkál a falakon, azzal az óriási szépséghibával, hogy neki csak lefelé megy a mutatvány. A filléres ninják ezt a végtagjaikat formázó ragacsos anyaggal érik el, ami előbb-utóbb mindig elveszti a tapadását, hogy aztán lejjebb lendülve ismét fogást találjon. A Sticky Man ezért természeténél fogva kiválóan alkalmas a versengésre, hiszen még felnőttként sem hagyja hidegen az embert, hogy kinek a figurája ér földet először. Az persze már más téma, hogy a festett falakat érdemes kerülni vele, mert a ragadós cucc hajlamos foltokat hagyni, ami egy bizonyos kor felett jelentékeny sebet ejt a fanfaktoron. Természetesen még ezt a játékot is be lehet szerezni, többnyire négyes vagy nagyobb kiszerelésben, mivel nem a tartóságáról híres. Mászás közben összegyűjti a legapróbb szöszöket is, néhány bevetés után szinte teljesen elveszve a tapadását. Ismét egy olyan játék, aminek idehaza csak kevesen tudják a hivatalos nevét, mégis mindenkinek megvolt, és valószínűleg még az unokáink is nyúzni fogják valamilyen kivitelben. Az amerikai Pilot Pen Corporation 1974-ben fejlesztette ki a Magna Doodle rajztáblát, amellyel a mágnesesség elvét kihasználva skiccelhetünk tetszőleges ötleteket, majd egyetlen mozdulattal törölhetjük őket.
A mutatvány titka, hogy a rajzfelületű szolgáló fehér panel alsó rétegét sötét mágneses részecskék fedik, amiket a mágneses tollat elhúzva a mésejt kialakítású középső réteghez húzunk, így azok láthatóvá válnak. Amikor pedig meg szeretnénk szabadulni az aktuális remekműtől, csak el kell húznunk az erre szolgáló, szintén mágneses radírt, visszaállítva az eredeti állapotot. A Pilot Pen a mai napig birtokolja a konstrukcióhoz fűződő jogokat, az évtizedek során viszont több nagy játékgyártónak is licenszelte azt, így számos márkanév alatt forgalmazzák. Nem vagy egyedül vele, ha a Furbyről mindig a Szörnyecskék, vagy Gremlins című film fog eszedbe jutni, pedig egyébként hivatalosan nincs összefüggés a két dolog között, még ha el is követett egy crossovert a gyártó. A Furby a Tiger Electronics 1998-ban piacra dobott slágerjátéka, amely színes, bagolyszerű szőrmókokat formáz, akikért annó szabályosan lebontották a boltokat a gyerekek, az első két évben több mint 15 millió eladást generálva. A Furbyk legnagyobb attrakciója a beszéd volt, amire eredeti formájukban 14 nyelven voltak képesek. Alapból kizárólag Furbyul karattyoltak, de fokozatosan egyre több valódi kifejezést dobtak be a szókincsükbe, ezzel szimulálva a tanulás folyamatát. A kis gazdik tehát úgy érezhették, hogy egy valódi társuk van, a szülők pedig hálát adtak a Tigernek, majd a céget felvásárló Hasbrónak, amiért ezzel is le tudták szerelni a porontjukat egy igazi kutya helyett. A Tamagocsihoz hasonlóan az időközben 40 millió eladás felett járó Furby sosem tűnt el végleg, a története során többször is feltámasztották, legutóbb épp idén nyáron. Ugyan nem gondoltátok, hogy majd pont a nagybetűs társasjátékot fogjuk kihagyni? Az eredetileg 1966-ban megjelent Gazdálkodj okosant, amely a velejéig romlott kapitalizmust népszerűsítő monopoli antitéziseként igyekezett szórakoztatni a szocialista blokk jóra való népét. Habár a nagytőkés nyomulás helyett a szorgos kuporgatás körül forgó játékmenet abszolút ideológiai töltetű, csont nélkül túlélte a rendszerváltást, különböző retro és módosított kiadásokban építve tovább a saját legendáját. Napjainkra a Gazdálkodj okosan pont úgy a nemzeti öntudat kitörölhetetlen része, mint az erős pista, a gulyásleves vagy a pálinka, még ha vannak is sokkal modernebb és élvezhetőbb társasjátékok ennél, azokkal viszont sosem élheted át azt a furcsán melengető megelégedettséget, amikor végre sikerül beszerezni a rakétaporszívót vagy a szockó szekrénysort. Ti mivel egészítenétek még ki a listánkat? Írjátok meg személyes kedvenceiteket lent a kommentek között. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, amennyiben korábban még nem tettétek volna meg, bátran iratkozzatok fel a csatornánkra és bökjétek be a csengőt is, hogy értesítést kapjatok a legújabb anyagainkról. Ha esetleg támogatni is szeretnétek a munkánkat, akkor a csatornatagság vagy a szuperköszönet funkciók segítségével erre is lehetőségetek van. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!